Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Café. Ma már dübörög a 15. Bor és Dödölle Fesztivál itt Kanizsán az Erzsébet téren. Ez persze nem akadálya annak, hogy beszéljünk a holnapi programokról. Vendégem a stúdióban Lehota János polgármesteri kabinetvezető és Horváth István a rendező Kontur Plusz Egyesület elnöke. Szervusztok, köszöntelek benneteket is. Holnap, mikor kezdődik reggel a fesztivál is? Kiket láthatunk, hallhatunk, meg hát holnap jön a 19 főzőcsapat is. Menjünk végig a holnapi programon. Mi 6-kor kezdünk, hiszen lezárjuk egyébként, azért is fontos ez az időpont, mert ténylegesen beáll a rendezvény, és azt az útszakaszt is most már véglegesen lezárjuk, ahol a főzőcsapatok meg fognak jelenni, ugye a Városháza előtti szakasz. Itt a sátraikkal, illetve az asztalokkal már jelen lesznek a főzőcsapatok, és elkezdenek bepakolni. Úgyhogy egy nagyon mozgalmas időszak szokott lenni ez a szombat reggel. Ők is már előkészülnek a főzésre, és akkor, amikor a zsűri megjelenik majd, illetve a megnyitója megtörténik a főzőcsapatok versenyének, ezért 10 órakor lesz már szombaton, addigra a csapatok túlnyomó többsége már el is kezdi egyébként a főzést, és onnantól fogva már jönnek az illatok, és vonza magával az embereket, és tényleg teljesen átszellemül ilyenkor a közönség és a látogatók, és ezzel egy időben pedig a zenepavilonban, vagy a Dödölle színpadon, ahogy most átneveztük, ott pedig folyamatosan majd óránként lehet találkozni valakivel. Ez a nagyon nagy célunk volt, hogy mindig, minden órában legyen valamilyen esemény a téren. Ha ez egy futóverseny, akkor egy futóverseny, hogyha az tényleg egy túri városnéző séta, amelynek keretében egyébként majd meg lehet nézni a városnak az értékeit, akkor egy ilyen esemény legyen, de mindig legyen, történjen valami a téren. Nagyon örülünk annak, hogy az idei évben a Kanizsai Futóklub is csatlakozott a rendezvényhez, és 2 versenyre is sor kerül az ő szervezésükben. Mind a 2 a térről indul és a térre is érkezik. Az első alkalommal egy hosszabb távot fognak futni Kanizsán, illetve a környéket bejárva. A délután folyamán pedig direkt egy Dödöléhez társított futás lesz, egy ilyen buli futás kvázi, egy sokkal rövidebb távval, 3,5 kilométerre emlékszem, és sokkal rövidebb távval felhívják a figyelmet arra, hogy tényleg egészségesen lehet élni Dödöllét fogyasztva előtte vagy utána, vagy bort fogyasztva előtte vagy utána, de a mozgásra mindenképpen felhívják a figyelmet, és tényleg egy ilyen szórakoztató rendezvényre kerül sor az ő szervezésükben. És ahogy jönnek, múlik az idő, ahogy a pénteki napon is, így szombaton is egy gyermekfellépőt várunk majd mindenképpen. A nagy színpadra őt már, tehát akkor már váltunk a nagy színpadra, ugye ez 4 órát követően, és 5 órakor pedig az eredményhirdetése kerül sor. Nagyon fontos esemény, hiszen a borokat is ekkor borminősítésről, illetve a főzőcsapatoknak a versenyéről is ekkor adunk hírt, hogy ki lett a győztes. Ilyenkor szokott az előfordulni, hogy a győztes borászhoz vagy főzőcsapathoz rohan mindenki, és próbálja megkóstolni a győztes dödöllét. Illetve ugye még szokott még ilyenkor lenni náluk? Igen. Előfordul, hogy hamar elfogy, hiszen tényleg ilyenkor mindenki megtámadja őket, de pont az a cél tényleg, hogy próbálják bemutatni az értékeiket, és egy olyan egyediséget adjanak, ami után majd visszavágyódnak az emberek, hogy én ezt nem kóstoltam, de majd jövőre, majd akkor megpróbálom megkóstolni, hogyha esetleg lemaradtam róla. Úgyhogy van egy ilyen hozadéka is annak, hogyha esetleg elfogy, akkor próbálják megkeresni a csapatot, akár menjenek el hozzájuk, és egy közös baráti társaságként, vagy egy társaságként kérjenek tőlük egy új adagot, vagy a következő rendezőre eljönnek és megkóstolják. Ugye idén is szerepelni fog a tavalyi győztes, aki a Dödölle kategóriában nyertes volt, úgyhogy meg lehet kóstolni a tavalyi Dödöllét kvázi, aki esetleg lemaradt róla. Kik lesznek a holnap este fő fellépője a nagy színpadon? A következő fellépője, illetve az eredményhirdetés követően Dalos Bogit hívtuk meg. Ahogy én említeni szoktam az vele kapcsolatban, hogy Városnapján is egy
kézilabdás himnuszt játszó zenekart hívtunk meg. Dalos Boginak is van egy ilyen himnusza, Final Four női, talán Final Four-ban, igen, a női kézilabda versenyének ő volt a zenét, ő szerezte, vagy az ő zenéjét játszották le. Úgyhogy, hogyha most így ez nem is mond senkinek semmit, de hogyha ott lesz a rendezvény és meghallja, abban a pillanatban elkezdi dúdolni, mert ez egy nagyon közismert dal. Azt követően pedig próbáltunk olyan együttes meghívni, aki olyan országos hírnévre tett már szert, és annyira minőségi zenét játszik, hogy bár volt az elmúlt időszakban Nagy Kanizsán, tehát házzal egyébként a Kanizsai Kulturális Központban, de azt gondoltuk, hogy egy ingyenes rendezvényre is érdemes meghívni őt, mert tényleg kortalan, tehát minden korosztályt megszólít, ő a Bagosi Bár, a Budapest Bár, bocsánat, Company, azt gondolom, hogy, és megint elrontottam, mert Budapest Bár, hiszen a Budapest Bár több tagú zenekar, mindenféle stílus képvisel, és az idei évben leszerződtették Tóth Verát is, tehát a korábbi fellépőkkel együtt Tóth Vera is ott lesz a nagy színpadon, és amit még fontos megemlíteni, az pedig az esti buli. A buli csapat. A buli csapat, aki Bebével lép fel. Galami Gábor talán. És Galami Gábor, igen, így van. Azt gondolom, hogy itt is ne arra számítsanak a látogatók, hogy csak a saját zenei palettáról fognak meríteni. Pont ez a csapat, ez az összeállítás mindenféle zenei stílust képviselni fog, és tényleg egy olyan hangulatot fog teremteni, hogy az elmúlt időszakra jellemző volt ránk, hogy mindenki megtalálja a rocktól, a poptól kezdve mindenféle zenei stílust, és mindenféle korosztálynak megfelelő stílust, úgyhogy évfélig szeretnénk bulit. Ez nagyjából már a második év, amikor ugye nem ér véget az esti nagy koncerttel 10 órakor a program sorozata téren, hanem utána vagy egy buli csapat, vagy egy DJ még érkezik, hogy ha már úgyis ott van mindenki a téren, és tetőfokára hágott a hangulat, akkor lehessen még maradni, lehessen ott még bulizni. Jól vettem én azt észre, hogy ennek kedvező a fogadtatása? Igen, nagyon nehezen hagyják abba a zenészek is egyébként, hiszen tényleg csak azok a látogatók mennek el, akiknek egyébként másnap valamilyen dolgok van. Amint meghallják a zenét, mindig az első pár traktus után felismerik azt, hogy ez nekem jó, ez tetszik. És abban a pillanatban ott maradnak, és még akkor még egy pohár bort isznak, még egy kicsit beszélgetnek, és tényleg az elmúlt időszakban azt vettük észre, hogy nagyon nagy létszámban maradnak, és átmegy tényleg egy ilyen happeningé, tehát egy utcabállá a rendezvény, és mindenki ott közösen táncol, tényleg sok csapat így összefog, ekkor összeölelkeznek, és egy nagyon nagy fesztivál hangulat keretkezik ekkor, tényleg mint egy jó bulizárásként és jó hangulatban telik ilyenkor a rendezvény, nagyon nehéz ott hagyni egyébként, vagy leállítani ilyenkor a zenekart. Többször előfordult egyébként, hogy ők nem is akarták ezt megtenni, aminek én egyik részről, örülök másik részről, ugye, mint szervező nehéz ezt így kezelni, de az a cél tényleg, hogy mindenki jól érezze magát, és egy ilyen belső személyes dolgot is, hogy mondjak el, nagyon szeretek mindkét nap egyébként ilyen fesztiválok során, amikor a nagy fellépő jön, akkor én így próbálok valamilyen magaslatra oda menni, hogy lássam, hogy a közönség hogy reagál a fellépő, vagy hogy mennyien vannak. És az, amikor látja az ember azt, hogy az ember fejek tömkelege, tele a tér, és utána jön egy buli zenekar a végén, és ott mindenki táncol, az egyszerűen szenzációs érzés egyébként. Hogyha ez idén is így lesz, akkor elégedetten. Nekem ez a fontos. Nekem ez a fontos. Tehát amikor látom az emberek arcán, hogy mosolyognak, hogy ott vannak, hogy velünk vannak, és ott maradnak velünk, az a non plus ultra tényleg. Vagy amikor körbenézek, és látom, hogy a színpad oldalán is ott vannak, és csüngnek a fán az emberek, azt tölti fel az embert, és akkor mondom azt, hogy na, érdemes volt megszervezni ezt az eseményt, és akkor ha jön a következő. Városnak is nyilván fontos, hogy a kanizsaiak és a környékbeliek jól érezzék magukat, de gondolom évről évre készül
legalábbis remélem, hogy évről évre készül olyan számvetés, hogy milyen sajtóviszhangot hozott ez Nagykanizsának, újságcikkeket, TV megjelenéseket, tehát a város marketingre, hogy csatol vissza egy-egy ilyen Dödölle fesztivál, milyennek a tapasztalatok? Ugye nagyon sokat változott a marketing kommunikáció az elmúlt években, ezt pontosan tudjuk. Természetesen ilyenkor van egy lapszemle, hogy úgy mondjam, összegyűjtjük azt, hogy ki írt róla, ki reagált, de azért be kell, hogy valljuk, ugye ma már azok a közösségi felületek, amit mindenki ismer, ugye, ahol felrakhatja saját képét, szelfizhet bármilyen élményét, hangulatát, ugye ma már ez a döntőbb, vagy legalábbis sokat árulkodó, és azt kell, hogy mondjam, talán nagyobb hatású is, mert ugye nekem is van ismerősöm, aki Veszprémből évek óta érkezik a Dödöllére, és baráti társasággal, és hozzák gyerekeiket, nekik ez egy találkozási pont. És az, hogy ő hazamegy, itt egy rengeteg képet elkészít, fölvet, videót felvesz, és ő megosztja saját veszprémi környezetében, barátaival, és így terjed hálózatszerűen tulajdonképpen a térnek a hangulata. Csak egy zárójelesen egy mondatot hadd tegyek, a hétvégi fesztivállal, az elmúlt fesztivál kapcsolatosan három fiatal hölgyel beszélgettünk, behoztuk őket, stoppoltak kint, kempingeztek, Budapestről voltak, és sátoroztak kint. Behoztuk őket, és azt mondták, hogy jaj, jövünk be arra a csodálatos térre. Nem jártak még előtte Nagykanizsán, de ugye napközben nincs műsor, nincs program, bejöttek a térre, és abszolút lenyűgözte őket az Erzsébet tér. Na most az, hogy itt készül egy rakás fénykép a térnek a teljes pompázatában, rengeteg emberrel, kivilágítva, díszesen, hogy a városunkról ilyen mennyiségű, jó hangulatot árasztó kép megy el ilyenkor a közösségi média felületeken, a legnagyobb városmarketing értékű. Tehát nincs az a mennyiségű hirdetés, amit a város ilyenkor meg tud rádióban, újságokban, felhívva a figyelmet a fesztiválra. Egyszerűen ma már ez nem tud versenyre kerni avval a sok személyes élménnyel, amit elküldik. És ezt megpróbáljuk azért gyűjteni, hiszen amennyire lehet rácsatolunk, de szinte lehetetlen. Azt lehet látni, hogy az Istvánék elkezdték korábbi évekhez képest, ugye mindig nehézkes, mert a város írja ki, ennek van egy adminisztratív folyamata, amíg kiírásra kerül ugye a rendezvénynek a szervezése, és ez néha hónapokig eltart. Idejében, tavaly évben is már időben kiírta a város, és akkor meg lett a győztes. De jól emlékszem, május környékén már összeállt a fő programtest. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy májusban úgy megyünk bele a nyárba, hogy a város is osztotta maga felületein, a Kontur Plusz együttes megjelentette a felületein, kik lesznek a fellépők, a város. Tehát akkor még könnyebben lehet választani. Így van. És ugye ez időnyerés, tehát a város is előbb írja ki, előbb van a győztes, el tudnak kezdeni szerződni, még nagyobb választékből, sőt lehet, hogy olcsóbban, ugye ez egy nagyon fontos kritérium, de hogy a város elkezdi megosztani a felületein már májustól, és lehetett látni például azt, hogy rengeteg a visszajelzés, a megosztás, a lájkolás, tehát több ezres léptékben volt reakció ezekre. Tehát itt lehet valahol visszacsatolásként érzékelni, hogy mi a figyelmük, hogy viszonyulnak hozzá, és ugye ez egy nagy tapasztalat a szervezőknek is, hogy milyen irányba mozduljanak el. Úgyhogy ezért a mai világ egy kicsit érzékenyebb, ez ügyben jobban rá kell tekinteni, de egyértelműen ez egy városmarketing, egy ilyen fesztivál. Hogy szokott zárulni? Gondolom a vasárnap az mindig bontás az ilyen fesztiválok után, és akkor valami értekezlet, értékelés? Igen, szoktunk egy ilyen összesítést, összegzést tartani, a tapasztalatokat mindig leszűrve, illetve pontosan a következő rendezvényhez begyűjtve páran összeülünk, és ilyenkor egyeztetünk. Ennek nagyon nagy jelentősége van, mert, és azt én általában le is szoktam írni, mert ugye a gondolatok elszállnak, de hogyha nincs leírva, akkor nem tudom esetleg felidézni legközelebb pontosan, úgyhogy ezek ilyen tapasztalások, ahogy beszélgettünk korábban, a zsűri részéről is voltak ilyen észrevételek, hogy mi az, amit esetleg érdemes változtatni, sőt úgy váltunk el a tavalyi Dödölle fesztivál után a zsűritől,
hogy előtte, mielőtt a Dödöle Fesztivál során megírjuk a főzőversenyek számára a főzőverseny során a felhívást, akkor egyeztessünk, mert van ész, lenne észrevételük jobbító szándékkal. Ezt meg is tettük egyébként, de emlékezve meg is tettük, úgyhogy ezért van most egy kicsit módosítva a felhívás is, ezért mások a kategóriák is, úgyhogy ezek fontosak. Fontos egyébként nagyon a visszajelzés. Én is ebből táplálkozom, tehát nekem, hogyha van pozitív visszajelzés, az a legjobb, de a kritikát is azért tűröm és talán el is viselem. De a nagyon jó érzés, hogyha most teljesen függetlenként mond, vagy függetlent mondok, hogyha a menedzserek úgy állnak hozzánk, amikor mi megkeressük őket, és egy-egy együttes meg kívánok szólítani, hogy az első megkereshez képest, amikor még tényleg bizalmatlanak voltak, most már azt mondják, hogy ja, persze, a nagykörnyűzsel a tiker, persze, hát akkor, és akkor más feltételeket tárgyalunk, mert megnyugtató számukra, hogy mi nem először csináljuk, megfelelő ütemben fizetjük őket, illetve a kéréseiket teljesítjük, és ez is már egy jó visszajelzés, ez most ilyen kis kulisszatitok, de ez is egy nagy visszajelzés. És a másik nagy visszajelzés, amit már említettem, hogy már szinte be se fejeződik a rendezvény, már jönnek az árusok, és jönnek a vendéglátóegység, és már a következő ott szeretnék menni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a pozitív töltések, amik arra tudnak sarkalni minket is, hogy részt vegyünk a következő a felhívásnál és az ajánlatkérésnél, és hogy még jobbá tegyük a rendezvényt. Tehát ez mindig a Contour Plus, a plusz mindig azt szoktuk említeni, hogy ez mindig valami pozitív plusz hozzátétele, plusz érték hozzátétele. Mi ezen vagyunk, és ezért törekszünk, hogy még jobban népszerűsítsük a város, Zalát, Muraföldét, hiszen ez egy olyan fesztivál, amivel ezt igenis meg tudjuk tenni, és erre alkalmas. A fellépők szoktak dödöllét kapni? Igen. Mondjuk a távolabbról érkezik? Igen. Aki nem kér, az is. Pontosan azért, hogy tényleg lássák, hogy miről van szó. Szóval, szó került róla már, hogy valaki nem ismeri egyébként, hogy mi a dödölle, úgyhogy vele meg kell ismertetnünk, és akkor kapnak egy tál dödöllét, és amikor ugye magára hagyjuk őket, ugye, fontos az, hogy diszkréten kezeljük a fellépőket, és azt követően bemegyünk a sátorba, akkor azt látjuk, hogy üres a tányér, tehát mindenki jó szájízzel jön ki kvázi. Hozzáteszem, a többi rendezvény, tehát ami a kabinethez tartozik, a városházahoz tartozik, kevésbé nagyobb rendezvények, ott is, ha van fellépő, akkor mindig dödöl. Tehát hogy egyszerűen ez egy fontos dolog, hogy egész évben, aki ide lejön más városból, az kapjon dödöllét. Egyébként nagyon jók a visszajelzések. Még mielőtt mind a kettőtöknél kérnék egy ilyen utolsó indok, vagy meghívó mondatot, hogy miért lesz érdemes lemenni most a Boris Dödölle Fesztiválra holnap is. Előtte még egy kérdés, hogy szeptember-október, ugye az ősszel még mire számíthatnak itt Kanizsán rendezvény szempontjából az emberek, autómentes napon? Igen. Az elmúlt években nem voltunk jelen az autómentes napon az országos pályázati rendszerben, de idei évtől újra visszatérünk, és ez azt jelenti, hogy egy komolyabb rendezvénnyel szeretnénk előállni. Ez szeptember 21-e, egy pénteki nap, ahol megpróbáljuk meglepni már a buszon az embereket, vagy a busz megállókban, de az Erzsébet tér színhelye lesz egy nagyon szép, egésznapos, sportos, kerékpáros, sok-sok akadállyal, rendezvénnyel, apró pici programmal teletűzdelve, úgyhogy egy nagyobb szabású lesz, de érdemes lesz eljönni. Ha jól tudom, és itt egy külső szervezői kerékpáros klub szeptember legvégén, talán 30-án szintén egy nagyobb kerékpáros összeröffenést tervez, tehát ahol nyerekbe szállnak, és a város azt természetesen úgy, hogy támogatja, mögött áll, hirdeti, propagálja. Úgyhogy még itt ebben a hónapban két olyan rendezvény, ami a városházához vagy a kabinethez köthető, mindenképpen lesz, és arra várjuk a résztvevőket. Az meg már a jövő kérdése, bocsánat, hogy így a szeptemberből átugorok a jövő szeptemberre, de ugye van itt egy feladatunk itt, hogy ennyi fesztivál összetolódott, és van egy XCO Eliminatúr nemzetközi kerékpárverseny, a hétvégén volt. Ők is szeretnének a nemzetközi szinten még magasabbra lépni, tehát hogy valóban
az első osztályba kerüljenek be, mint verseny. Ezeknek az átgondolása azért mindenképpen feladata majd a szervezőkkel is, meg a városnak is, hogy hogyan ne sűrűsödjön ennyire. Ez már csak a pénztárcáknak is kímélendő természetesen. Úgyhogy visszatérve szeptemberben is lesznek szépen programok. Számotokra tudom, hogy ez egy lehetetlen és nehéz kérdés. Mi ígérkezik a holnapból a legjobbnak, vagy mit vártok a legjobban? Kezdem én, mert a szervezőnek szerintem a végszót érdemes ott hagyni. Én nekem az az ötlet, amit tavaly előtt Spiluék kitaláltak, hogy 10 órakor ne álljon meg a fesztivál. Valahol a lelki, extatikus állapotnak a csúcspontján ne szakadjon be, hogy úgy mondjam, a fesztivál, avval, hogy elcsendesül a tér, és folytatódik egy bulizós, levezetős éjszakával, éjfélig tartó programmal. Szerintem ez egy zseniális dolog. Én azt megmondom őszintén, azt részét kedvelem legjobban. Óriási a tömeg az esti 8-9 óra, 10 órás időszakban, tehát ez egy fantasztikus élmény, de olyan, mint egy film, talán mindenkinek megvan az az emléke, biztos emléke, az gyerekkorban, amikor mentünk moziba, és akkor az ember megnézett egy filmet, egy nagy élményt kapott, és utána ez a nem hazarohanunk, olyan nincs, hogy hazarohanok, és akkor belém folytódik mindaz az élmény, hanem kibeszélhetem utána, vitatkozhatok, és lényegében valahol egy élmény, egy programnak, legalábbis számomra, nem is mindig feltétlenül az a része a legjobb, amikor kapom, hanem utána, amikor azt feldolgozzuk közösen, és amikor ott valóban az történt, hogy tavaly is én emlékszem rá, hogy táncoltak, a tér elkezdett táncolni 10 óra után, tele élményen, hiszen a nagy koncert az lelkileg föltölti az embert, és ott levezették, az fantasztikus élmény volt. És valóban mindenki elment még egy fröccsér, ott meglepték, és igazi, ahogy szokták mondani, minden plakáton gyerekkorunk óta föl van írva ez a utcabál, mindig mindenhol ott volt, hogy utcabál, sosem értettem, hogy ez mit jelent, de ezeken a rendezvényeken én most megtapasztaltam, a tavalyin is egyébként, meg a tavaszin is ezt az élményt, hogy mi az, hogy utcabál, valóban spontán módon az emberek jól érzik magukat, egy jó zenére, egy jó zenére természetesen. Úgyhogy én ezt a részét várom, megmondom őszintén. És te mit, és miért nem maradjanak holnap otthon a kanizsaiak és a környékbeliek? Hát Jankul előtte a poén, de... több szempontból is, mert nekünk is a vége az a katartikus élmény tényleg. Ez nektek egy kicsit megkönnyebbül is. Igen, nem is az, hogy túl vagyunk rajta, hanem az, hogy megkapjuk a visszajelzéseket, tudjuk, hogy mi sikerült, mi nem, és tényleg, hogyha az kvázi lezárása a rendezvénynek, ez szokott lenni általában a csúcspont, akkor már mi is egy kicsit így ellazulunk, a feszültségtől mentesülünk. Úgyhogy ezt várom én is nagyon, azon túlmenően tényleg, hogy minden percét, hiszen minden percében van valami érdekesség, kihívás egyébként szervezni egy ilyen rendezvényt, és minden percében valamit megoldani, úgyhogy ez nagyon jó, de a vége az a legszebb, amikor tényleg, amikor mindenkinek az örömét, bizony benne az örömét. Akkor már nem tudsz belenyúlni, amikor már így elindult. Akkor már teljesen mindegy, akkor el kell engedni. Úgyhogy én ezt várom. Az idei évben, és egy picit komolyabb, az idei évben volt egy, vagy van egy mottónk a fesztivál kapcsolatban, próbálom felidézni, tehát ez a hagyományos ingyenesen látogatható generációkat összekötő fesztivál helyektől, nem csak helyieknek. Ugye nagyon, ez talán így mindent elmond, azt gondolom, hogy a rétegről, a fesztiválról, rólunk, és arról, hogy hova szeretnénk eljutni. Én azt kívánom mindenkinek tényleg, hogy jöjjön le a rendezvényre, látogasson meg az eseményt, mert mindenkinek szól, és azt gondolom, hogy akkor lehet jó véleményt alkotni, és akkor lehet Kanizsára büszkének lenni, hogyha minden ilyen eseményen, ami városi esemény, azon megjelenünk, és utána visszük a hírét, a hírnevét, hiszen ahogy szoktam mondani, ez örökíti a fesztivált, a rendezvényt és a várost is. Leóta János polgármesteri kabinetvezetőnek és Horváth Istvánnak, a Kontroll Plusz Egyesület elnökének köszönöm. Sok sikert kívánok a rendezvényhez. Holnap meg nem lesz Kanizsa Café, úgyhogy ne maradjanak otthon a tévéképernyők előtt, hanem menjenek az Erzsébet térre. Viszontlátásra!
A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.